Egyre több európai országban indul újra az élet a járvány után. Az Egyesült Királyságban a boltok mától újra várják a vevőket. Franciaországban egyre többen kezdhetnek újra dolgozni. Spanyolország és Olaszország pedig az idegenforgalmat igyekszik újraindítani. És közben Németországban mobiltelefonos alkalmazással követik a fertőzés terjedését. Kávét vásárolt Boris Johnson egy londoni bevásárlóközpontban. A brit miniszterelnök az újranyitás előtt járta körbe a boltokat. Az üzletek a járvány alatt bezártak, de hétfőtől újra fogadhatnak vevőket. Beszélgettem több kereskedővel, mindannyian nagyon várják a vásárlókat. Elég bizonytalan a helyzetük. Nem tudják, hogy mennyi vevőre számíthatnak az első napon, mi sem tudjuk. Szerintem az embereknek vásárolniuk kellene, bátran jöhetnek a boltokba, nyilatkozta a brit miniszterelnök. A francia tengerparton az idegenforgalmi szezont indítanák újra. Ott kisfaházakat állítottak fel a turistáknak. Hétfőtől minden francia szabadon utazhat a tengerhez, mivel az ország összes európai tartománya megkapta a legenyhébb járványügyi besorolást. A francia elnök tévébeszédében úgy fogalmazott, túl kemény volt a karantén az év elején, amit egy második hullám esetén nem szabadna megismételni. Hétfőtől lezárul az első fejezete annak a krízisnek, amellyel szembe kellett néznünk. Franciaország egész területét két tengeren túli tartomány kivételével úgynevezett zöld zónának nyilvánítjuk. Így egyre többen térhetnek vissza a munkahelyükre és a vendéglátóhelyek belső terei is kinyithatnak, fogalmazott Emmanuel Macron. Velencében is egyre több a turista. A Szent Márk tér legrégebbi kávézója is újra nyitott a hétvégén. Azt reméljük, hogy a nyitás hatalmas siker előhírnöke, annak a jelképe, hogy legyőztük a járványt, mondta a 300 éves Presszó üzletvezetője. Majorkán is egyre több szálloda várja a turistákat. A személyzet maszkot visel, a bejáratnál készfertőtlenítőket helyeztek el, a recepciónál pedig matricákkal jelölték a kötelező távolságot. Több ezer német vendégre számítanak a Spanyolországhoz tartozó Baleár-szigeteken. Európa szerte egyre több sporteseményt és koncertet követhetnek élőben az emberek. Düsseldorfban pénteken olyan futballmeccset rendeztek, ahová a szurkolók behajthattak kocsival és az autóból szurkolhattak. Németországban közben mától elindítottak egy mobiltelefonos alkalmazást, amellyel a vírus útját tudják követni. Az applikáció figyelmezteti a felhasználót, ha regisztrált fertőzöttel kerül kapcsolatba. A regisztráció önkéntes, így a németeket kampánnyal igyekeznek rávenni arra, hogy töltsék le és használják az alkalmazást.